lemezem, akár a Gyerföldsös Éjszaka című filmjének DVD bemutatóján. Először is szeretettel köszöntöm Mag Károlyt, abból az alkalomból is, hogy pillanatokon belül a 90. születésnapját ünnepli. A magyar filmnek ezt a csodálatosan eleven és mindenki számára nagyon emberközeli Charlie bácsiát, aki megajándékozott minket olyan múlhatatlan remek művekkel, mint a Szerelem, a Macskajáték, a Lilion fi az Egymásra nézve, és ez a film még a többek között. Az este folyamán megpróbálunk arról is beszélni, hogy ezeknek a filmeknek milyen helye van a magyar filmtörténetében és a világ filmtörténetében, ezekről a hatásokról, és Gelencsér Gábor filmesztétával fogunk ezekről a kérdésekről beszélgetni, aki ennek a filmnek az egyetlen nem, de annál nagyobb extraját készítette Mag Károllyal, tehát az egész film alatt egy teljes audio kommentár hallható, ahol ők a film keletkezésének titkaiba avatnak bele. Olyan szempontból is egy kicsit rendhagyó lesz ez az este, hogy nem csak a DVD-ről, hanem egy könyvről is beszélünk egy kicsit. Lévén, hogy az Írók boltjában vagyunk, és nekem ez egy óriási élmény volt Mag Károlyt szeretni kell című filmje, ami nem egy hagyományos memoárkötet, ami nem egy hagyományos memoárkötet, hanem ugyanazt az élményt idézte fel bennem, amit az emlékezés tudatfilmjei, hogy egyáltalán nem emlékezem, hanem a teljes komplexitásában jelen vagyok valahogy a kor valóságában. És egy kicsit majd erről is beszélünk, hogy hogyan függenek össze ezek a dolgok. Számomra Mag Károly ennek a kötetnek a kapcsán, hát a nagyon eleven írói oldaláról is bemutatkozott. Először azonban lássunk egy kis részletet a filmből, aminek kapcsán megkezdenénk a beszélgetést. Ez a fejek, ha ez van, tegyék is, hogy
Hölgy választ! Az urakat, csupa nobilitás. Városunk elzügye, ami országgyűlési képviselőnk, Homoródi doktor, ami városparancsnokunk az őrnagy úr. Tisztia! Miért olyan szomorú doktor? Már csak úgy, magától. Mama, kérem. Nem jelent ez a rosszat? Á, nem vagyok babonás. Visegrád őrre tetszik ismerni. Ő pedig a mi kedves méregkeverőnk. Kezdjük csak. Ő pedig a fő vadász úr. Csukolom a kezét. Nem bírom felállni. Köszvény. Még annál is rosszabb. Oh. És a kisasszonyok? Ők már lefeküdni készülnek. Hát, akkor búcsúzzál szépen, Jenőként. Én pedig hadd köszönjem meg a háziaknak, hogy ilyen jó szívvel gondját viselték az én lomb kisfiamnak. Olyan. Kedély csokor. Elkezdődne a beszélgetés. Még annyit mondanék el a filmrészlettel kapcsolatban, hogy sajnos itt a madzsakban meghalt a piros összetevő, tehát a Vörös Lámpács ház kapcsán forgatott film, aminek nagyon nagy része, és akkor itt mindjárt a közepébe megyünk bele a filmnek, illetve a látványvilágnak, piros és zöld fényekkel van világítva. Ez most itt nem érvényesül, de nem ilyen a film. És pontosan azt szeretném elmondani, hogy nem csak akkor csinált a Károly, hanem most is, mielőtt a DVD gyártásba, vagy az autoringba adtuk volna az anyagot, bejött kollégámhoz, Moldován Mártonhoz, és fényben még
sokat igazgattunk a filmen, hogy igazán szép legyen, tehát hogy aki kezébe fogja venni a lemezt és otthon nyugodt körülmények között megnézi az egész filmet, az biztos, hogy nem ezzel a fényvilággal fog találkozni, tehát ezért külön elnézést kérünk. Hát én szeretném azt megkérdezni, hogy ennek a filmnek, ami 1977-ben jelent meg, mi volt a forrásvidéke, hogyan támadt a film ötlete és mikor? Mert hogy ma Károlyra nagyon jellemző az, hogy a maga derűjével, finomságával és eleganciájával egy olyan korban nagyon sok olyan filmet készített, amik sokszor 10 év után valósulhattak meg, és hát ő kitartóan ott volt a témán. Mikor keletkezett ennek a filmnek az ötlete, illetve hogy volt annak a története, hogy végül is 1977-ben megvalósulhatott? Ez egy gyors és tipikus történet. Nem mondom azt, hogy hátul is? Igen. Nem mondom azt, hogy gyakori, de 1957-ben, miután már Örkény Istvánnal és Bacsó Péterrel 56 nyarán írtunk egy Babik nevű dolgozatot, ami benne van az Örkény drámai kötetében, ami egy nagyon erős szatíra volt arról, amit mi megéltünk, azzal együtt, hogy nem panaszkodhattunk az utolsó 2 évben, hogy nem tudunk rendesen dolgozni. De 57-ben ugye volt egy esemény közben is egy kis odafigyelés, talán nem elég. Én el voltam ragadtatva Hunyadi Sándornak a Piros Lámpásház című novellájától, az egész kötettől. És a novella úgy végződik, hogy egy anya betéved abba a házba, ami egy családias jellegű ház, Erdélyben hozzátartozik, és ott próbálják ezt a dolgot elkelegetni, és a mama el is megy. És mondom, hát ez a novella, de hát itt kínálnak nekem egy film elejét, mert a film ott kezdődik, hogy na, és mi van, ha a mama nem megy el, és akkor mi történik? Ezt én előadtam Örkény István barátomnak, Bacsó Péternek, és egy svunggal nekiugrottunk, és létrejött ez a forgatókönyv. Ott mindig volt 57-ben egy olyan kis kétséges, hogy milyen témát lehetne csinálni, és erre az a válasz jött fölülről, hogy magyar állami pénzen kuplerájból Magyarországon nem fog filmkészülni. Mondtuk, oké, csináljuk a következőt. Na most szerencsés módon a szabadsága, a lehetősége, a mindenféléje, az értelme és a racionalitása az egész, hogy mondjam, előrehaladó időben érdekes módon a politika meg a józanész az majdnem, hogy mondjam, még hasonlítottak is egymásra. Úgyhogy mikor a stúdiók önállóak lettek, akkor azt mondták, hogy Jézusom, hát csináljuk meg ezt az erkölcsös éjszakát. Akkor előszedtük össze, nyálasztuk, hogy az hogy is van, majdnem jó volt. Engem megnyugtattak, hogy a legvége, ami nem egészen tetszett nekem, együtt írtuk a forgatókönyvet. És így elkezdtük ezt a forgatókönyvet, és meg kell mondanom, hogy ahogy a helyszínek megszülettek, ahogy a színészeket különböző oldalról összetudtuk szedni, ahogy egyre jobban, még a forgatás előtt, nem látunk semmit,
hanem hogy úgy együtt volt, mondjam, megtaláltuk Óbudán ezt a selyemkodót, ami azért volt 1700-as selyemkodó, mert a kínai úton megjött selyben, itt mosták ki, és itt szárították körbe így, hogy ne kelljen elvattal. És akkor, hát, megcsináltuk ezt a filmet, és kiderült, hogy van benne valami. Én meg voltam lepve, mert a szerelem után a Cannes-i válogatóbizottság megnézte ezt a filmet, és akkor különböző verziók merültek föl, hogy nekem már volt két film, ott nem kell lenni, én nem fogok ebbe, benne nem az én dolgom. És akkor a végén ezt választották, ami őszintén már mondom, lelkileg, meg mélyileg, jó érzésileg, rossz a magyar szó, hozzájárult, ami minkhez, öntudatunkhoz, hogy ja, hát mi egy Cannes-i filmet csináltuk. A közönség nagyon szerette, és én valahányszor találkozok ezzel a filmmel, mindig olyan jó érzés, hogy abban jött ki X-el benne, de lehet. Még Kendra szerintem később térünk vissza, de én is ezt gondolom, tehát hogy ebben a részletben igen, hát látszólag ez egy ilyen nagyon szórakoztató film, de aztán egyre finomabb lelki rétegek kerülnek elő, a Mutter a lányok és a mama viselkedésében azok a kegyes hazugságok, amitől egy magfilm a lélek egészen mély ábrázolásáig, és tehát ez egy egészen más, egy plusz volt ahhoz a Hunyadi novellához képest, ami a maga 11 oldalával kiinduló pontja volt ennek a filmnek. Mert hogy tulajdonképpen mi is a különbség? Tehát mi az, ami forgatókönyvben ehhez a novellához képest egy nagyfokú kibővítés vagy hozzátétel volt itt ennél a filmben? Hát az öt a... Hát amit láttuk. Az én ötletem az volt, hogy hát ez nem olyan izgalmas, hogy a mama, aki egy finom, aggódó, vidéki dáma a maga korába, de én ismertem az én koromban még nem ezeket, hanem másokat, hogy akkor mégis kinek mi a teendője? Ez egy nagyon egyszerű kérdés. Hát mit tehet a tehetséges Mutter? Hát nem mondhatja azt, hogy asszonyom, ez is ez a helyzet, nem akar-e beállni hozzánk madámnak fele-fele, mondjuk ez most egy divatos dolog lehetne, hanem benne is fölébred valami, egy ötletre, hogy mentsük meg, és a második lépés, hogy a megmentés folyamatán, idézőjel a megmentés, mert a vége, ezekből a lányokból kijön mind az, amiről te beszélsz. Meg vannak szólítva, az egyik öngyilkos lesz, a másik ez lesz, az lesz, amaz lesz, enyhén idézőjelbe téve, és a mama, hogy mondjam, idős dámai milyen tehetsége, embersége arról szól, hogy ezt ő mind megkapta, próbálja emészteni, és mi az ő lehetősége, hogy te fiam egy nagyon helyes fiú vagy. Mert mindenki keresi, mit?
rossz a szó, a megegyezést. Az az emberi természet. Csak ravaszul ilyen dologba bele. Korán sem arra gondoltam én, hogy itt a megegyezés, mint fogalom lényeges, hanem hogy kiből mi jön ki. Különböző karakterek vannak, különböző harcok vannak. És egy vitám volt az Örkény Pistával, mert nem is volt vita, hanem azt mondta, és a lényeg az, hogy a mama átszáll, mint egy angyal elzent, az egész ugyanis nem veszi észre. És nem akartam én arról dumálni, hogy a lényeg az, hogy átszáll, mint egy angyal, mindent észrevesz, és csendesen az oszáll. Ez egy nagy különbség. És hogyan találta meg a színészeket, vagy tehát gondolom, hogy a Mutter szerepe ordított Sota Irén után, de hát nem tudom. A Mutter szerepe ordított a Sota Iránt eredendően, a fiú, a Cserhalmi, aki én szerettem volna dolgozni, mert egy zseniális fizikafilmját láttam az amerikai Anzik-Szotha főiskolán. Egy évvel előbb. Igen, az adva volt. És hát ezek a belebotlottam a Darinkába, akit nem ismertem. A Györgyibe. És akkor láttam egy Horváth Zé Gergely jó tanítványom tévéfilmjét a olasz színésznővel, és mondtam, hogy szeretném ezt én megnézni. Carla Romanelli. A Carla Romanelli, aki abban a két filmben olyan érdekesnek tűnt, akkor valakivel összefutottam, hogy jaj, te Lázár Imre nevű asszisztensem volt, bécsi és később amerikai rendező, meghalt, hogy te, van nekem egy nagyon jó barátom Bécsben, egy Edith Lyer, nem tudod, ide jött ez a Edith Lyer, aki a másik a partnerét látsza a Carlának, és akkor 1, 2, 3, 4 a 11. kerületben van egy ilyen nagy nyilvános piac, és a Szécsi Katának ott volt ez a nagy darab fekete nő, egy standjuk, meg egy kocsmájuk, ahol néha megfordultunk, mert hajnalban még közel van a filmgyárban, és volt egy zseniális operatőröm, most is megvan még, él, úgy hívják, hogy Tóth János, és azt mondja nekem, te, ez a nő lenne a legjobb, nézzem át. És színész, nem próbált. Megkértük ezt a nőt, és mondta, jaj, boldogam. Kész a szereposztás. A többi, hogy mondja, mindig a tésztát gyúrod, és még egy kis víz kell, meg egy vízt hozzá, összeragad. És azt kell mondanom, hogy ezek együtt, mikor úgy öltözködtek és összeismerkedtek, ez egy olyan csapat lett, hogy már a filmforgatás közben is összejártak, együtt dumáltak, de mikor a filmnek vége lett, akkor is még sokáig tartották a barátságot, szintén lettek. A Romanellivel még találkoztam egyszer-kétszerként Olaszországban. Ez a nagy fekete lányokét azért választottunk, mert lesz egy tűz, hogy legyen ott egy olyan erő, amelyeket majd berohan, nem jajgat, nem vacakol, hanem eltapossa. Aztán eltűnt az életünkből, és most a
két-hát napja ott van még a íróasztalomon, találtam egy föl nem bontott borítékot. És egy ilyen vastagságú valamivel vastagabb, még a Hannának a feleségemnek nem mutattam. Kinyitom, a Széchenyi Kata 6 évvel ezelőtt, aki kiment Amerikába, írt egy könyvet, még nem tudom miről, és ezt elküldte nekem. Úgy néz ki, hogy még él, és nem írt bele az égvilágon semmit, csak a könyvet, még bele nem lapoztam. Na most, ez a társaság, ha együtt volt a műteremben, bár az előző esti közös kávézás, meg a duma, meg a nem tudom mi, összetartotta őket. Egy hihetetlen együttes lett, egy átmeneti időre. Úgyhogy mikor az Irén bemutatja őket, hogy ki kicsoda, ők már annyira tudták, hogy ők tulajdonképpen egymást is képviselik, hogy alig kellett instruálni. Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy csak sokszor le kellett őket vetköztetni, meg föl kellett öltöztetni, és akkor már tudják is, hogy tényleg igen. Tehát, hogy bele tudták magukat képzelni jól ezekbe a szerepekbe, mert hogy azért elég sok olyan szituációban, mondjuk egy olyan pályakezdő színésznőnek, mint Arján Györgyi, mert a Kenguruban játszott egy évvel előtte, vagy a kis Honti Ildikó, tehát hogy hát azt mondja az ember, hogy ezért nem olyan könnyű volt őket rávenni ezekre a megoldásokra, amik ebben a filmben láthatók. Nézd, itt egyetlen egy probléma van, ez a, hogy mondjam, tapintatos, vagy nem tudom milyen mesztelenség, ami itt látható, ami mindig egy szerződésben van beleírva, általában, komoly filmeknél. De én lépésről lépésre kezdtem a Ildikónál, hogy hát akkor most ebben a jelenetben mennyire tudunk úgy viselkedni, ami jó is, és akkor eljutottunk, hogy ő elszánta magát, és megmutatta a mellett. De kitalált hozzá, és ez a tehetség, hogy ja, az nem csak úgy van, hogy na apukám itt van, hanem ő csinál hozzá egy jelenetet. A nyakába levő gyöngyel, ahogy a fogai közé veszi, és egyszer csak látom, hogy ez a színésznő, ebben hihetetlen emberi tartalék. Ugye akkor jött azért, hogy néz ki az, amikor az ember lefekszik és szétteszi a lábát, semmit, nem látni semmit. De mikor jött a fürdőjelenet, akkor az öltöztető nő a filmben már az volt, aki a fürdőjelenetben ott öltözteti őket. És először eljutottunk oda, hogy ők valahogy beleülnek majd ezekbe a hordókba. Aztán eljutottunk odáig, hogy a kucsimama, már úgy hitták az öltöztetőnőt, a kucsimama majd úgy mozog a különböző eszközökkel, hogy majd eltalálja, ami kell. A végén eljutottunk odáig, hogy jaj, ne vacakoljunk már, hogy itt vegyük fel. Hogy ők közben mit gondolnak, azt gondolják, azt gondolom, hogy hát, essük ezen túl. Mert már a kihívás olyan, és tulajdonképpen nem vagyunk olyan csúnyák. Én nem hiszem, hogy itt művészi meggondolások voltak, hogy a film szempontjából, ha ezt mi nem csináljuk jól meg, hát akkor bizony baj van. Hanem ők hát élik az életet. És így, hogy mondjam, tulajdonképpen mikor én ezt megérzem, akkor az én dolgom már, hogy mondjam,
egy princnek a dolga, hogy járt egy kicsit így, vagy egy kicsit úgy. Semmi olyan, hogy hát az egység neki végben úgy kéne csinálni, meg a nem tudom nézni, akkor gondolja arra, hogy ha te egy kurva lennél, akkor te hogy éreznéd magad, és bele tudnál leélni magad abba, hogy... Szóval ez mind minden. Bocsánat. És Psota? Hát a Psota, Psota. Kész, csináltam vele azt. Nem tudom milyen filmet, azt a filmet, a házasítvát adott. Azt mondta, nem érzem. Na nem baj, anyukám, csináld. És akkor valamire rájönnek közben. Hihetetlen, hogy a... Hogy muszáj nekik. A Darvas Iván, aki nekem egy nagyon különös és egyedülálló kapcsolatom volt. Egy olyan színész volt, hogy a Törőcsik Maradnak voltak, van ez a nagy orosz rendező, aki őt mindig idejön és egy kalandot rendezi, és most is, szóval elvitte őt fél évre Moszkvába egy speciális olyan, miben műhelybe, ahol egyedül csak a Törőcsik Marit választotta ki, hogy hogy megy ez az egész dolog, és lelkileg ez egy manréza, és itt rendezett egy darabot, egy orosz darabot, a Darvas Ivánnal, a Törőcsikkel, mindenkivel, és a szisztémája az, hogy leül a társulattal és beszél, és elmondja az életet, a családjából utal, hogy ebben a darabban neki volt egy nagybátyja, és hogy mondjam, bevezeti őket lelkileg, hogy a küszöböt átlépjék. És jött a főpróba, és a Darvas Iván mamája orosz, és az Iván oroszul szebben beszéltünk magyar. És eljött egy pont, elkezdték a próbát, minden, és amikor a Iván előtti utolsó mondat elhangzott, akkor ő megszólalt, ez a világhírű rendező, hogy ebből mindent előre nem tudom mi, és azt mondta neki az Iván oroszul, azt mondd már meg, hogy hova álljak. Volt egy kísértetés. Ez egy nagyon komplikált dolog, nem is olyan komplikált. Egy halál egyszerű dolog, hogy ki, mivel, mit tud elérni. Igen, hát ez a szerelemben azért nagyon csodálatos számomra, mert hogy semmi nem látszik az ő egyébként általunk nagyon kedvelt manírjaiból, tehát hogy ezt teljesen valahol elhagyta. Nagyon egyszerű a dolog. A színészek, ha a rádióból jönnek, automatikusan hozzak magával, ez a világon csak nálunk van, mert ötféle helyen kell dolgozni ahhoz, hogy meglegyen a pénz. Ki jön a rádióból, hozza magával a darabot. Ki jön a színházból, hozza magával a darabot. És én nekem, hát a Lilion Fifrég is csináltuk. Meg nem tudom még, a 9-es kortában, az Isten haragja. És bejött a műterembe, és csináljunk egy próbát, próba. És ez nem az. Újra próba, Iványkán még egyszer nézzük meg. Jó. Csináljunk egy felvételt. Iván, elég, ha a neved adott. Ez egy nagyon, nem gondoltam, hogy olyan sértő, mert nagyon jó barátok voltunk. Ez egy stábba a Darvas Ivánnak, ez egy nagyon kemény vágás. Egy állaszót, nem szólt, kiment a műteremből, nyálról, és ott kint kújtogott a műterem előtt. Jaj, mit csináljunk? Gyerekek, ne csináljunk semmit mostan. Ez az ön dolga. Elszívott egy cigarettát, visszajött, azt mondta, én kész vagyok. És ez melyik jelenet volt?
De én már nem tudom, én csak azt tudom, hogy az a mozzanat, az a félmondat, a félmondat nem volt olyan. Szóval a minimalizálása a színészetnek, hogy minél, ne a darvas lássuk, hanem ez vonatkozott a darvas lidére, aki automatikusan hozta az egész társaságra, mert hirtelen ezt a hangot megütöttük, és akkor ezt csendben úgy az csupa zseniális színész figyelik egymást, és elkezdik nem is ők maguk, a bensejük, a tehetségük elkezd diktálni nekik a hivatásosoknak. És akkor valami. Jó. A Makai Margitot, nézd meg végig. Aki az első pillanattól ezt megérezte, és ebben a bájos, mert a játék a játékban van, ő ezt végighozza. És elég az a tekintete a konfis kocsiba, hogy az egészről kiderüljön, hogy jaj, hát, nem. Te egy... Most 90 évesen játszotta ezt a szerepet. És 90 évesen játszotta ezt a szerepet. Hát nem akarták engedni, hogy ő legyen a mama, mert fiatal a stúdió. Hogy a Csármalminak 90 éves a mamája. Azt mondom, nem 90 éves, 110, annyival többet tud. És akkor itt egy kicsit vitatkoztunk, de a vége, ez nem volt probléma. Szereposztásra soha nem szólt probléma. És itt emlegettük Tóth Jánost, aki egyik legcsodálatosabb magyar operatőr, de egész estés nagy játékfilmeket csak Makkárollyal csinált, tehát ennek is megvan a titka, mert hogy valószínűleg azt a fantasztikus látványvilágot, amit ebben a filmben is láthatunk, nagyon tehát nehéz volt hozzá az ő stílusához valószínűleg alkalmazkodni, tehát hogy mások nem választották, tehát hogy milyen volt ez a munkakapcsolat vele, illetve hát milyen történetek vannak ennek a filmnek a forgatásával kapcsolatban? Hát miért talán itt a legfontosabb a Tóthnak az egyedülálló tehetségéről beszélni. Én amikor elkezdtem a szakmát, egy olyan operatőrrel dolgoztam, akivel ezt a mi első főiskolás vizsgafilmet készült filmünket forgattam, a Kultúra film, amit 90%-os forgatás után, vagy összevágás után betiltottak, mert a könyvet még a szocialista revizmus előtt fogadták el, és a filmet mi közben átteveztünk vele a szocialista realizmusba. És azt mondták, hogy hopp, hát ebben van mi filmünk, kérem szépen, de nem lesz semmi bajunk ebből. Na most, ezt egy... 9-ben volt. Ez Pásztor István, aki a Liliófit is fotografálta, nem akármilyen módon. És ő egy olyan operatőr volt, akinek minimális ilyen játékkönyv gyakorlata volt, egy végzett mérnök, és kisebb filmeket csinált passzióból, de hihetetlen sokat tudott. Na most, én az Illés Gyurival dolgoztam egy darabig, és az egy olyan gyönyörű három vagy négy film volt, de úgy éreztem, hogy az első felvonásnak vége. A házasziklák alatt csinálta hozzá, teszem. De utána a Tóth Janóval... Megszállottakat is. Igen. Utána a Janóval elkezdtünk beszélgetni, hogy hát próbáljon megdolgozni együtt. Ő megmutatta nekem a kisfilmjeinek, még közben vágás közben meg behívott a vágószobába, hogy itt elakadott meg, egy kialakult egy nagyon jó kapcsolat közöttünk. A megítélés
tudomásom szerint e pillanatban is mindenkit beleszámítva itt az én nagyon nagyra vesült magyar kollégáim közül ő tud a legtöbbet. Tudja, nem, úgy tudja, hogy írás, olvasás, számolás az nem kifejező eszköz, egyetlen egy kifejező eszköz van a kép. Abból is egy határig a mozgó kép. Nem egy színészt a fotografálásra, hanem egy kép, ami valamit ad, és mozog, és valamit csinál, és nem tudjuk pontosan, hogy miről van szó. De ez a kép ráadásul egy olyan, hogy mondjam, érzékel az arányait, ő birtokolja, hogy az hogy jön létre, ami külön dolog, meg is értem, hogy ő tudja az arányt, a képek tud valamit mozogni, ennyi. Na most ezért ezekben az átlag témákban, ugye, hogy van egy bevezetés, tárgyalás, befejezés, az ember óhatatlanul mindent tud előre, még én is, mikor én csinálom azt, hogy jó, hát ez lesz a vége, kéne már valami más kitalálni. Ezért szerveződtünk mi össze, és amikor elolvasta a forgatókönyvet, elkezdtük beszélgetni, alig beszéltük a jelenetekről, de elkezdtük a helyszíneket keresni. Ő találta meg a Sejemfonót, az első forgatási napok után ő találta ki, hogy tegyünk, ez egy U alakú, nem nagyon széles épület, egy áttetsző műanyag anyagot, hogy azon keresztül lehessen világítani. Most volt a születésnapja, ahol nem tudott, vagy nem jött el, nem szeret beszélni magáról, csak ha ő úgy gondolja, hogy a kellékesnek, akinek be kell szerezni ezt a műanyagot, a kellékest azt a megbízást megkapta, és büszkén jött három különböző árnyalattal. Hogy mennyi fényt tud elviselni az egyik, mennyit a másik, mennyit a harmadik. A Janó nézegette, hogy megjut a zsebébe, de rögtünk azok a anyukám, ehhez mit szólnál? A nő egy szót nem rám nézett, mondtam, télak. Ellépett, és megvette azt, ami a Janó 100 nem tudom hány dologból kihozott. Tehát nem csak egy művész lélek volt, hanem egy hihetetlen melós ember, aki utána megy mindennek, amit akar, és amikor ő bejelenti a elképzelését, akkor annak van ABC verziója. Az első filmünk volt, Elveszett paradicsom? Nem, estines ember között. Egy írtatos, nehéz esti jelenetünk volt, és bevilágítottam. Nagyon lassan. És akkor mondta, hogy mindjárt kész. És mikor majdnem mindjárt kész volt, azt mondta, bocsánat, még egy kis időt kérek. Jó. Mindenki azt mondta nekem, tanáról soha nem fogja tudni kibírni azt a világosítókat. Majd meg tudszik látni, hova tudszok kerülni, mert olyan majd meglátom. Jó. Eltelik egy óra, azt mondja a Janó, kész vagyok. Jó. Próba. Lemegy a próba, azt mondom, hát próbáljunk egy felvételt. Azt mondja, nem, várjál. Backup, kettes verzió. Két ellentétes világítással, az egyiket egy hihetetlen hatásos érfényben, a másiket egy irtózatosan ravasz világításba, be van világítva, és azt mondja, melyik a jobb? Apám,
Vegyük föl mind a kettőt, mit vontakozunk. Ugyanis a munka, a felvétel az 3 perc, a munka 3 óra. Na most, amíg idáig eljutottuk vele, hogy azért nem tudunk mindent 3 féle verzióba bevilágítani, nem viccelek, de én azt hozzá kell tennem, a kicsit nagyképűsködök, az elmúlt x évemben filmet csináltam, és nézegettem a dolgokat, fővilágosítok, mondtam, hogy apukám, nézd meg ezt az ellenfényt, ez el van. Úgyhogy csináljátok meg rendesen. Ugyanis én imádtam ezt a fajta, hogy mondjam, stúdiumot, mert mit csinálok én ott közben? Várom, amíg világít, nézem, mit csinálok. És amikor már eljutottunk eddig a stádiumon, akkor már nagyon jól megértettük egymást. Egy egyedülálló, hogy mondjam, embere a film szakmának, mikor az utolsó filmet csináltuk együtt, utolsó kézirat, megérkezett az egyik hogy mondjam, kellemesebb barátom Londonból, a David Robinson, a magyar filmnek a kisujjában van, és jöttünk riportot csinálni, meg voltam tisztel, az, hogy nem rólad, a Tóthról, Európa legjobb a pelatója. Ennyi. Azt hiszem, hogy neki is különös vonzalma volt a szecesszióhoz. Mert valahogy ugye nem jellemző az, hogy trilógiákban gondolkoztál volna, de azért ezt a 3 filmet, tehát a Szerelem, Macskajáték, Erkölcsös Éjszakát, ez mindenképpen összefűzi, illetve az is, hogy az öregség, tehát hogy ez a világ tulajdonképpen nagyon jó ennek az ábrázolására, ezek a szecessziós tárgyak, az emlékek, és hogy ez neki is egy nagyon nagy vonzalma, tehát hogyha mondjuk a Macskajátékot vagy a Szimbádot egymás mellé tesszük, vagy a Szerelmet és a Szimbádot egymás mellé tesszük. Tehát ugye ebben nagyon otthon volt, ugye? Én arra javítanék téged egy kicsit, hogy itt nem egy szecessziós tárgyi világ vonzott engem, mikor ezt a 3 film egymás után jött, hanem a szecessziós lélek, amit egy kiegyensúlyozottabb, elkösösebb, rossz a szónak érzek, mint akkor itt. És ezek az alapfigurák jelentettek nekem valamit, a Janónak meg, a tárgyak és az alapfigurák. Tudod? És amikor a Macskajátékot forgattuk, ami hát tele van apró snittek sorozatával, egy délután befejeztük a forgatást, és oda hívta a kellékes, hogy gyere ide, ugorj fel a Mátrába, Mátra Szent Iván, vagy István, vagy nem tudom hova. Ha átmész a vasúti hídon, jobbra a második utában van, a Róza néni mindenki ismeri. Lopogtasd be hozzám, mondd, hogy én küldtelek, annak van egy vitrínje, és abban a vitrínben a második soron van egy kis ezüst sas tárgy, és azt hozd el nekem honnan délelőstékre. A pasi egy állva szót nem tud, éjjel beült egy autóba is el. Tehát, ezek kitalálhatatlanok, de az is kitalálhatatlan, hogy egyszer, ugyanebben az utolsó kéziratban, én marha fáradt voltam, hogy a gyönyörű budai villába forgattunk, és ott volt a kertben a gyönyörű fű, délután 5 óra vagy 4, de mondom, gyerekek, ledőlök ide, van egy közeli, egy csengő megszólal. Ekkora
kész. Elszundikálok, fölriadok, hány óra, másfél óra eltelt. Asszisztens, mi van? A Janó világít. Bemegyek. Gyerekek, hát van még három beállítás. Mi van? Egy pillanat. Volt egy ember a Janónak, aki a kamerát mérte, a fényeket, meg minden is, te harag egy nagyon közel álló piszkot. Ott van egy uborkás üveg fönt, amiben nem látszik pontosan, hogy micsoda, egy olyan non-figuratív valami, és a Janó ezt valahogy szeretné belecsempészni ebbe a dologba, de a különböző fények, ami egyikről a másikról majd a reflexek, mert az egyik megy a tükörről, a üvegről, a csengőre, a csengőnek még ez az ezüstére megy máshova, és ott van egy kilincs annak a fénye, mert az a zöld, és a vörös, annak megy oda, és ezt ő keveri így szépületesen, ez a kép a filmben, mondjuk ha ezt a vizét nézem, akkor a, mint ennek a, egy faknak a, egy, a nyolcad része. Egy csöngő. Mondom, Janókám, kapcsolj ki. Kapcsolj be. Hosszú szület. Igen. Ugyanis volt benne egy olyan hihetetlen érzék, hogy végül is alapvetően tudja, hogy nem csak arról van szó, amit ő itt bravúroz. Ha nincs ilyen film, ahol nincs, akkor nem tud, akkor nincs bravúr. És ez egy olyan, hogy mondjam, kapcsolat volt, hogy néha elment a díszlet mögé, összeszedte magát, hogy na, akkor gyerünk. Mert meg lett kérdőjelezve az, amit ő idáig csinált. Én meg megkérdőjeleztem csendben, hogy ha nincs az a film, akkor mit csinálta? Csinálja a saját zseniális filmjeit. De úgy látszik, hogy ahhoz még kellett neki érzés. Na már! Azt kevesen mondhatják el, hogy egymás után hat filmjük ott Vatkánba. Tehát, hogy a szerelemtől az utolsó kéziratig, azt hiszem egymás után. Hogyha ezekről a kármilyen élmények. Nézd, nekem volt egy nagy egy szerencsém, hogy én akkor kezdtem filmet csinálni, amikor már tulajdonképpen lehetett úgy dolgozni, ahogy az ember. Előtte asszisztens voltam, hogy egy csodálatos 10 év volt, mert most a fiatal házaspár, a munkásfiú elveszi a munkásfajt, a Szintes Ádám, a Mészáros Pártát, kaptak egy új lakát, a pártitkát meg, gratulálja őket, és az új lakásban törköltem be a Rákosi Ártásnak, meg a Sztalin Ártásnak, hogy nem tudjuk a képét, én vagyok az első asszisztens, kellékes gyere, csak ez a szar három képed van. Igen, hát menjél, vegyél még hármat valahol, már megfűjünk minden filmbe ez a... Jaj, de jó! Jó a képek, köszönöm szépen. Közben nézem, hogy mi történik, és mondom, hát igen, érdekes. És ezekben a filmekben is volt egyébként egy másfajta filmrendezői tudás, tehetség és készség. Hát, felülről mindig ugye a központi dramaturgián keresztül kijött a téma, tehát hogy ennyi falatfilm, ennyi ézésfilm. Na most én a Szerelem című dolgozatommal eljutottam odáig, hogy utána azt kell neked mondanom, hogy amihez kedvem volt, elkezdtem, és nekem tetszett még a vége és a forgatókönyvnek, azt én megcsináltam.
Tudod? Most, hogy ez összeesik-e ezzel a sorozattal? Tudod? Hát a jó Isten tudja, de azt is meg kell mondanom, hogy tulajdonképpen az első két vagy három filmem után engem ott nagyon megszerettek. Hát tudod, hát ott van egy adminisztráció. A magyarországi, a budapesti filmben fesztiválok, hogy hívták ezeket, amikor itt a magyar, a filmszemlék, ez ugyanaz a 20 vagy 15 legjobb külföldi újságíró, kritikus jött tőle, mesés emberek. Ezek jönnek ide, innen mennek Berlinbe, Berlinből mennek Cannesba, Cannesból mennek Velencébe, Velencéből mennek Chicagóba. Ez ugyanaz a társaság. És ez összebarátkozunk, tudod, van a keleti pályó, mellett az a nagyon jó kóser étterem, mondjátok. Igen, a Rosenstein. Ebből három a Rosensteinba szeret járni, oda megyünk vacsorázni. Ötven szívesen eljönnek hozzám. Egy baráti társaság, ahol én ezekkel mindig találkozom. Hát nem én egyedül, mert a Jancsó Miki, meg a X, meg a Kamba, és hogy mondjam, hát a Mikinek is ott egy olyan szétületes, hogy mondjam, udvartartása volt. Nagyon mind nekem. De azért ott nagyon jó. De ő azért azt mondta, hogy Makkárolj az élet császára. Akinek az erejében emózió folyik, ezt meg Pacsó Péter mondta. Úgyhogy ezeket az anekdotákat, vagy ezeket a metaforákat azt hiszem meg magba lehetne folytatni. És hát így jött össze ez az X film, és őszintén megmondom, hogy egy olyan életszakaszom volt, ez tizenvalahány év alatt történt meg, 6 év, hogy hát, 3 fél időből a közésű jó, az nem van, az első se rossz, vagy rossz, mindegy, de az utolsó filmemnél, és itt éreztem először valami konkrét ügyetnek, hogy a Zsilzsákoktól, az elnöktől, a Cannes Fesztivál, ez az elnöke, ez, ha ő valamire itt csinált, az el volt. Itt nem volt vita. Neki megvoltak a szempontjai. És kaptam egy üzenetet, hogy ennek az utolsó kéziratnak a vége, ez egy kicsit konfúz, és legyek olyan szíves, valami rendet csináljak ott, mert ezt így ön nem tudja bemutatni. Akkor én leültem, elkezdtem vacakolni, mert ez tényleg egy túlságosan nagyon kevert dolog volt, és kiküldtem egy másik verziót. És akkor ő visszaküldött egy üzenetet, hogy ő nem erre gondolt, ő arra gondolt, hogy ezt én komolyan veszem. Akkor nekiálltam, komolyan vettem, kivágtam azt a 13 percet, amit mindig hezitáltam rajta, de a Janó marhára nyomott engem, mert az ő operatőri bravúriai vitték az egész dolgot, a többi már igazán nem. És akkor azzal vérző szívvel nem a Janót választottam, hanem a Zsilzsákot. És az erkölcsös éjszakában azt a kirándulás részt, azt is, mert mintha ezzel is lett volna egy ilyen motivum, hogy ki akarták szeretni, hogy törgösebb legyen? Nem, kirakarták, nem. A franciák, a lengyelek, az olaszok,
mikor megvették külföldre, akkor azt kérdezték, hogy ezt a levelet a mama megjövetele előtt nem lehetne kivenni? Mert az úgy, ahogy van, hogy kiveszel, ugyanúgy megjön a mama. Azt én dramaturgiailag úgy gondoltam, hogy ez egy olyan kis visszatartott dolog, hogy miért nem jön már ez a mama, és ezt úgy kell megcsinálni, hogy a végén ez jó legyen. Ez most egy ütemmel még mindig hosszabb. És akkor mondtam, hogy a Janó tudnélik megmutatta nekem ezt a terepet, ezeket a fákat, ezt a mezőt, ezt a nem tudom mit, és előadott nekem egy finom lágyítási koncepciót, hogy az hogy fog beletorkolni a végén a tűzbe, amikor a serpami gyűrű volt, és megkorolázva a virággal, meg mindennel, és a csajok, és a darinka ott van. És akkor azt leforgattuk, és hát úgy élveztük a forgatást, a vágást. Volt egy folytatása még, hogy olmot öntenek utána, amit kapál. De az már sok volt, azt kérdöttük, mert elég volt a művészetből. És akkor mondtam, hogy jó, tessék szívesen kivágni, én boldog vagyok, majd a mérén talál. Persze, Károly. Visszajöttek 3 nap múlva, de ne haragudj, mi mégis bent használnánk ezt. Mert amikor újra megnézték, őket is elfogta valami, hogy a film itt átlépett egy kis kicsit máshova, de majd lép vissza a magáért. Úgyhogy hogy ez nem egy forgalmazási ér volt, és elmondtam, hogy forgalmazás, hát tessék ezt kivenni. Ezt mi magunk szórakozására lett. Gábor, hogyha végig tekintünk itt a korszakon, és hát látjuk ezeket a nagyon finom, léletről szóló filmeket, hogyan helyeznéd el ezeket a filmeket? Szóljuk neked, mikor már hosszú. Nehéz megszólalni, és én nem is fogok erről bocsánat semmit mondani, mert itt van Makkáról, és szerintem őt kell hallgatni. Mondtam az Eszternek, hogy én inkább ott szeretnék leülni, de ragaszkodott ehhez. Egy dolgot hadd mondjak, és ez most lehet, hogy furcsán ilyen reklámízően hangzik, de tényleg itt hallgatjuk a rendezőt körülbelül egy órája. Egyetlen egy olyan mondat nincs most itt jelen, ami elhangzan az audio kommentárban. Tehát ezzel azt akarom mondani, egyrészt, hogy érdemes megvenni és meghallgatni a kommentárt, másrészt pedig az, hogy mennyi történet van. Egy picit én bevallom, féltem, hogy most ugyanazt fogjuk elmondani, mint amit ott a film megtekintése közben másfél órán keresztül, és egyetlen egy anekdóta nem ismétlődik meg. És szerintem, hogyha még itt maradunk 2 órán keresztül, akkor se fog megismétlődni. Úgyhogy ez szerintem tényleg egy nagy ajándék az ünnepeltől, mi kapjuk az ajándékot. És csak 2 lábjegyzet, az egyik egy pontosítás, hogy nehogy így menjünk haza, hogy Tóth János azért másokkal is csinált egész estés játékfilmeket, Fábri Zoltánnal, Máriási Félixszel is például, az viszont nagyon fontos, hogy mikor elkezdett Makkárolyra forgatni, utána soha senki mással nem forgatott egész estés játékfilmet. Tehát ez majd hogy nem még erőteljesebbé teszi azt, hogy Makk volt az, aki mellett Tóth János azt a fajta szabadságot élvezhette, amit ő mindig is egy játékfilm rendezője mellett élvezni akart, és talán mások mellett ezt nem tudta élvezni. Ehhez a filmhez pedig az Egy erkölcsös éjszakához egy megint csak egy ilyen kevcsináló félmondat. Van Makkároknak egy későbbi filmje, most még nem került szóba, annak az a címe, hogy Játszani kell. És úgy gondolom, hogy ennek az Egy erkölcsös éjszakának is talán ez lehetne a mottója, hogy játszani kell. Tehát a filmnek az egyik legszebb, varázslatosabb része, ugye, ami a történetnek az alapja, ez a mimikri. Másnak mutatjuk magunkat, mint amik vagyunk. Ugye ez a pici jelenet is talán, aki nem látta az egész filmet, kiderül számára, ugye, hogy itt hát emberi mi voltunkból kivert között, ahogy ezt mi annak idején a katonaságnál mindig hallottuk, szóval ilyen jó szabott urak ugye mulatnak, és egy pillanat alatt át kell alakulniuk
tehát úri emberekként, mint ahogy a madámnak egy pillanat alatt át kell alakulnia egy tekintélyes asszonyságnál, és a lányoknak, stb. Stb. És szerintem ennek a filmnek ez az egyik legvarázslatosabb része, amiben ugye a színészek nagyszerű partnerek, és amiben, és amit ugye hát hallottunk már különböző módon Magkárolytól, hogy ebben a dolog zseniális, tehát ebben, hogy ezt így engedi, ez egy teret ad, egy keretet ad. Én szerintem lehet, hogy ezzel ő nem ért egyet, de hogy meg bocsánat, hogy így a mellette ezt mondani, lehet, hogy furcsán hangzik, de hogy majdnem az egész életműben az egyik legnagyobb erényt annak abban érzem, hogy lehet, és ezzel nagy félértés esély kisebbíteni akarnám a tehetségét, de hogy keretet, lehetőséget ad arra, hogy színészek, operatőrök, írók, Déri Tibortól, Örkény Istvánon keresztül, ugye nagyon finoman szólva a 20. század, hát szinte magyar irodalom reprezentánsai ott vannak, Galgóczi Erzsébet, tehát felsorolni is nehéz, Tatai Sándor, tehát rengetegen, és hogy Magkároly talán a sokszínűsége is ebből fakad, hogy ilyen befogadó módon lehetőséget ad ezeknek a művészeknek, hogy részei legyenek annak a fajta filmnek, amit történetesen ő vezényel, és azért, hogy mondjam, nagyon kordában tart, de én nagyon fontosnak érzem ezt a fajta nagyvonalúságot, hogy ezt lehet. Tehát, hogy és ugye azért pontosabb voltak, hát én ezt nem tudom jobban elmondani, mint ő, ugye itt azért, hogy van egy határ, tehát a Janó eset, hogy oké, de akkor Janó most forgatunk. És nyilván a színészekkel Darvas Iván történet, ugye ugyanerről szól, hogy egy ponton azért, de hogy az egész életmű az szerintem erről a fajta mérhetetlen szabadságról tanúskodik, mérhetetlen játék örömről, vagy játék kedvről, amiben az egy erkölcsös éjszaka talán a legjó értelembe véve könnyedebb, üdítőbb, olyan, most megint nehogy félreérthető legyen, tehát úgy az a film, hogy könnyed. Tehát nem, de a magyar film azért hajlamos kicsit a bölcsösségre, hogy nagyot akarunk mondani. Ez a film például látszólag nem akar nagyot mondani, hogy más nem mondják, nincs benne politika. Pedig a magyar filmben ekkortájt azért van politika, de nincs. És olyan, mintha csak egy kis egyszerű történet lenne, két mondattal elmondható, már pedig, hogyha jól figyelnek, akkor hihetetlen fontos dologról szól, arról, hogy ezek az emberek egyszer csak szembesülnek valamivel, ami az életükből hiányzott, és így, ahogy mondta a rendező, egy angyal átsuhan fölöttük, és azért ennél nagyobb történet az életben kevéssé van, csak ez éppen ugye nem úgy van odatéve, hogy pirossal aláhúzva kétszer, hanem olyan elegánsan. És azt hiszem, hogy az valósul meg a filmjeiben, illetve a színészekkel való bánásmódjában, és ami ennek a könyvnek a címe, hogy szeretni kell. Tehát, hogy valószínűleg mindenki színész operatőr, aki vele kapcsolatba került, azt érezhette, hogy ő az élet ajándéka. Hogy akár hogy így viszonyul hozzájuk. És én még egy néhány bekezdést ebből a könyvből felolvasnék, hogy ehhez is kedvet csináljak. Most a DVD-t itt kedvezményes áron lehet ma 1500-ért kapni a boltban, és Magkároly szívesen dedikálja. És ebből a könyvből egy kis olyan részletet olvasnék föl egy olyan filmről, ami nem valósulhatott meg. Ez pedig a Szemprunnal indult filmterve, csak ezzel ezt szeretném demonstrálni, hogy milyen író Magkároly. Bejelentettem hát Dorsainak, aki minden külföldi koprodukciós tevékenység részbeni döntője volt, hogy Cannes után találkoztam George Semprunnal, és készülünk egy francia-magyar közös filmre, ami egy kicsit az erkölcsös éjszaka hangulatában egy francia kisváros történetét mesélné el, magyar történeti elemekkel fűszerezve. Dorsai, mint a szolnoki repülőtér, volt politikai tisztje. 4 év magánzárka adta viszonylag csendes lehetőségével élve, eléggé eltanulmányozhatta a múltat ahhoz, hogy a közelmúlt Semprunnal történt eseményei a kommunista mozgalommal kapcsolatban ne tegyék őt éberré. Ennek hatásos eredménye lehetett, amikor Acél György
Jó, hogy végre újra beléphet a történetbe. Másnapra a szokásos délelőtt 11 órára bekéretett engem magához Sárikával. Barátságosan érdeklődött terveim felől. Hozzáteszem, hogy az elmúlt években egy finom, csipkelődő, ironikus beszédstílust választott, hogy komoly dolgokról szót ejthessünk, melynek volt egy határozott, rokon szemvébren tartó motorja. Gyanútlanul előadtam a szemprom kombinációt, mire ő baráti kifakadással azt válaszolta. Nem vagyok hajlandó asszisztálni a harmadik világháború kitöréséhez. Sőt, nemhogy nem vagyok hajlandó asszisztálni, meg fogom akadályozni. El tudja maga képzelni, hogy egy szemprom irányába történő baráti gesztus, mint egy ilyen jelentős kulturális együttműködés, milyen reakciót válthat ki a Szovjetunió vezetőiből? Nem tudja, hogy a szemprom könyvben, a Ramon Mercaderben bizonyos mondatok másféle olvasási ritmusban olyan konkrét adatokat árulnak el a Szovjetunióról, ami életveszélyes? Főnök, én ebből egy szót sem értek. Maga csinálhat szemprommal filmet Franciaországban, vagy ahol akar, de szemprunt itt Magyarországon nem fogjuk, mint kulturális munkatársat ünnepelni. Szóval ez ugye közvetlen az erkölcsös éjszaka után találkoztak, és az akkor volt egy filmterv. Ez mondjuk egy jó beavatás abba is, hogy hát ez milyen korszak volt. Hát ebben a korszakban csináltuk ezt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, és hát aki szeretne kérdezni. Aki szeretne kérdezni, kérdez. Mi a következő filmterve a mesternek?